Jó estét kívánok! Ma is jelentkezünk az Ózdi Városi Televízió kulturális magazinjával, a Kaleidoszkóppal. Az eheti adás vendégével, Ternai Csabával megemlékezünk a nemrégiben elhunyt Törőcsik Mari színművésznőről. Ezen kívül röviden felidézzük a pózdium legemlékezetesebb pillanatait. Az adásban azonban egyéb érdekességekről is szó lesz. Tartsanak velünk! A nemrégiben elhunyt Törőcsik Marira emlékezünk. Rendhagyó módon zárult a televíziós talkshow utolsó állomása. Dokumentumfilm sorozatot forgatnak Fekete Istvánról. Néhány napja szomorú esemény híre rázta meg az országot. 2021. április 16-án, életének 86. évében elhunyt Törőcsik Mari színművésznő. Az ő nevét hallva legtöbbünknek elsőként talán az a bizonyos körhintás jelenet képsorai villannak fel. Az 1955-ben készült Körhinta című filmdráma nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is nagy sikert aratott. Az alkotást az 1956-os Cannes-i filmfesztiválon aranypálmára jelölték. Ez persze csak egy a színésznő azon szerepei közül, amelyeket hosszú és sikeres pályafutás alatt eljátszhatott. Így most nem is vállalkozhatunk arra, hogy valamennyiről beszéljünk. De azért megpróbálunk legalább a körhintáról egy kicsit beszélni, és köszöntöm a stúdióban Ternai Csabát. Szervusz! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát igen, a körhinta. Hogyha ezt halljuk, akkor rögtön Törőcsik Mari, és a Törőcsik Mari, akkor szinte rögtön a körhinta. Miért van az, hogy szinte rögtön ez jut be, ez ötlik az eszünkbe róla? Talán azt lehetne erre mondani, hogy több szempontból lehetne ezt így értékelni, hogy Törőcsik Mariról kapásból az embernek a körhinta jut eszébe. A legelső filmje volt. Mint tudjuk, ekkor még főiskolás, még hallgató, mikor felkérik őt erre a szerepre, a rendező Fábri Zoltán sokáig kereste, hogy kivel lehetne eljátszani a főszereplő Marit, míg végül hallott egy ilyen ajánlatot, hogy van egy nagyon tehetséges fiatal színésznő, az első évesek között is felkérte őt. Talán ez az egyik oka annak, hogy ez az első filmje a színésznőnek, ezért emlékszünk erre a filmre annyira. A másik pedig az, hogy már ebben a filmben én szerintem megmutatkozott az a dinamizmus, az a szuggesztív képessége a színésznőnek, ami aztán minden egyes filmjére jellemző volt. Akkora intenzitással játszani szerepeket, mint ő, szerintem nagyon kevesen tudnak ezen a pályán. Az igaz, hogy egy óriási színész generáció tagja volt, ahol szinte egymást támogatták a jobb-nehebb színészek, hogy mégis miért kerül ő a középpontba, és miért pont annyira őre emlékszünk, és miért őt választják a Körhinta cím szereplőjének, ezt talán nagyon nehéz lenne megfogalmazni. Az a fajta közhelynek számító, de az a kisugárzása, az az aura, ami őt körülvette, az párját ritkítja. Én úgy gondolom, hogy emiatt emlékszünk talán leginkább erre a filmjére, pontosabban ez jut eszünkbe legelőször Törőcsik Mariról. Ugye én hallottam olyat, hogy egy korábbi interjút láttam vele éppen tegnapi napon, és azt mondták, hogy első másodéves hallgatókat nem is szoktak még egyáltalán felkérni ilyen dologra, tehát igazából ez egy nagyon nagy lehetőség volt a számára, tehát nem volt jellemző. És egy olyan történet is van, hogy a Cannes-i fesztiválon, ugye François Truffaut, aki akkor még kritikus volt, tehát a pályája elején volt, akkor szinte a lába elé borult a fesztiválon, annyira le volt nyűgözve a játékától, magától a filmtől, de Törőcsik Maritól is, és könyörgött neki, hogy maradjon Franciaországban. Tehát vannak ilyen érdekes történetek. Ugye maga a történelmi időszak, amikor játszódik, azért az egy elég érdekes és feszültségekkel teli időszak, hiszen mi is a történet, ugye? Tehát a termelőszövetkezet, az államosítás 48-ban ugye megtörtént, az édesapa, a Mari édesapja szeretett volna ebből, ki is lépett ebből, kérte volna a jussát. Egy másik férfihoz szánták, nem ahhoz, akit ő szeretett, ugye a Mátét, hanem hát kinéztek neki az apa egy férfit, tehát itt elindult a feszültség. Melyek azok a jelenetek, amik leginkább ezt a feszültséget számodra megmutatják, hogy szemléltetik? Na most ehhez mindenképpen annyit hozzá kell fűzni, hogy mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, hogy Fábri zsenialitását mi sem bizonyítja jobban, hogy nagyon vizuális alkat volt, és nagyon sok esetben a képek beszéltek a szavak helyett, tehát igyekezett olyan filmet, olyan irányvonalat követni, ő teremti meg ezt az irányvonalat, amit aztán majd később követnek Jancsóék,
ahol a kép maga önmagáért beszél. Ilyen képsorokban pedig a film bővelkedik, gazdagodik. Nagyon sok ilyen képsorral rendelkezik. Ennek a feszültségnek a megmutatása. Az ilyen kontrasztos jelenetekben például, mint a egyik alapjelenet a műben, amikor az ifjú pár, a szerelmes pár a körhintán önfeledten mosolyogva élvezi a repülést. Ahogy látjuk az arcukat, látjuk a tekintetüket, ahogy egymásra néznek, de már kontrasztként akkor megjelenik az apa néha egy-egy villanásra, ahogy ott áll a bámészkodó tömegben, nézi az önfeledten hintázókat, és az arcára van írva a nem tetszése. Vagy majd például később, amikor a nagy táncjelenetben, amikor az a fékevesztett, önfelett, lázadó tánc folyik a két pár között, a fiatalok között, akkor az egymásba feledkezés, egymás tekintetében egymásba elmerítkezés, illetőleg amikor a táncnak vége szakad majd, és megjelenik az apa, és megjelenik a vőlegény arca, a kőkemény daccal, szigorral, kegyetlenséggel, és mellettem látjuk majd Mari arcát, ahogy ott van a tekintetében az a lázadás, hogy én innen ki akarok törni, én innen lépni akarok valahová. És mellette a fiú, ugye Sós Imre arca, aki pedig egyúttal bátorító is, és mármint Marival szemben, és ugyanakkor benne is ott van az a fajta él, hogy nem hagyom azt, ami az enyém. Ezek a tekintetek, ezek az arcok, ezek a momentumok, ezek mind-mind ezekre az ellentétekre épülnek, ami megadatott, és amit ők szeretnének elérni. Én ilyenre gondolnék. Igen, és ahogy mondod, ezek a szembenállások, tehát ez egy forradalmi maga a film, forradalmi azok a szituációk, amiben játszódik, ugye a föld a földhöz házasodik. Mari ezzel teljesen szembe megy, tehát ez akkoriban, az 50-es években, abban a világban ez szinte elképzelhetetlen volt. És akkor rögtön a beletörődésre, ha gondolunk, akkor ugye rögtön az anya jut eszünkbe, ugye, akit Kismanyi nagyszerűen igen. alakított. Hogy ő viszont ellentéte volt mindannak, amit a lánya szeretett volna. Igen, és talán rajta keresztül látja a saját maga jövendőbeli sorsát, Mari, a filmbéli Mari, hiszen amikor elgondolkodik ezen a földhöz házasodjék, hogy az apja meg is mondja neki kőkeményen, hogy már pedig akármit akarsz, föld a földhöz fog házasodni, és akkor Mari elgondolkodik azon, és ez egy újabb, fantasztikus jó képsor Fábry Zoltántól, ahol megint csak nem a szavak, hanem maga a látvány, az, ami beszél. Elnézi az édesanyját, és rajta keresztül elképzeli, vizionálja magának a saját sorsát, jövőjét. Ez szánja neki is a sors? Így kell élnem. Föltúró, egyszerű emberként, ragaszkodva mindenféle írt és íratlan szabályhoz, törvényhez, mindent elfogadnom, nem szabad soha semminek ellent mondanom, semmit másképp csinálnom, nem szabad semmit úgy tennem, mint ahogy én akarnám azt tenni. Na ez, ami meglátszik Mari viselkedésében is, hogy ő ezt nem akarja. Ő innen mindenáron ki akar szakadni ebből a körből, mindenáron túl akar lépni ezen a körön. Még akkor is, hogyha ezzel nagyon komoly konfliktusokat vállal magára, hiszen az egész történet, akárhogy nézzük, egy sorsdráma. Abban a korban, amikor a film játszódik 1955-ben, ez nem egy elfogadott dolog, hogy valaki így, ilyen módon lázadjon a saját maga sorsa ellen. De ő mégis változtatni akar, mégis lépni akar. Megvannak az álmai, a tervei, ezt ő véghez akarja vinni. Nem kell feltétlenül ragaszkodnia ahhoz, ami körülveszi őt. És ez egy pozitív vonás benne. Maga a film is lázadt. Maga a film is lázadt. Tehát csoda, hogy egyáltalán ezt be lehetett mutatni, hiszen ugye azért a központi ellenőrzés milyen témákat, hogyan nagyon beleszólt a minisztérium, tehát még egyáltalán én azon csodálkozom, hogy ez meg tudott akkor jelenni. Igen, de itt ugye azt tudni kell, hogy 1948-tól, ahogy mondtad is, hogy 53-ig tart ez a fajta időszak, amit úgy nevezünk a magyar művészetben, akár filmművészet, akár irodalom, akár festészet, hogy a sematizmus kora, amikor ugye a bevált politikai, ideológiai, társadalmi normáknak kellett megfelelnie mindenkinek, a művészeknek, színészeknek, íróknak, rendezőknek, mindenkinek, követnie kellett a párt által előírtakat, aki ugye még, mint ahogy mondtad is, a forgatókönyvekbe is belenézett. Viszont 1953-tól némi oldódás látszódik Nagy Imre kultúrprogramjának köszönhetően, és ennek az oldódásnak a jegyében többek közt történik az a liberálisnak mondott lépés, hogy a TSZ-ből akár ki is lehet lépni, bár a TSZ-t preferálja a pártrendszer, mint ahogy a film is burkoltan rejtve valahol erre egyfajta iránymutatás, hogy ez a progresszív termelési módszer, a TSZ, nem pedig az egyéni gazdálkodás. No, de ettől függetlenül köszönhető ez a fajta szemléletmódváltás
ennek a Nagy Imre féle kultúrprogramváltásnak is, és így tulajdonképpen benne van a politika által elvárt irányvonal, valahol propagálni a TSS-ítést, de mindezt Fábri Zoltán egy szerelmi történetbe ágyazza, burkolja be, vagy ha úgy tetszik, egy sorsdrámába burkolja be, így már valahol kiveszi az élét a dolognak. Szinte föl sem tűnik az embernek, hogy valójában majdnem, hogy egy propaganda filmet nézünk, de ez valahol eltűnik, ez valahol nagyon picivé válik az igazi történet mellett. Lehet, hogy van benne egy kis tudatosság, mert én is ezt olvastam, hogy a szerelem az elviszi a hátán, és nem is annyira figyelünk fel ennek a politikai üzenetére, élére, hogy lehet, hogy volt egy szándékosság, nem tudom, erről nincsenek információim, tehát annyira a szerelem, a szerelmet választó Mari és a szerelme kapcsolata elviszi ezt az egészet, és az ő küzdelmük az apa ellen, hogy lehet, hogy van is ebben valami szándékosság. Biztos, hogy volt. Szerintem biztos, hogy volt benne egyfajta tudatosság. Hát eleve Fábrina jellemző, az egész habitusára, az egész emberre jellemző volt, hogy ő maga is lázadni próbál sok esetben, sok tekintetben. És valahol ő már ezzel is lázadni akart a kor kultúrpolitikai felfogása ellen, hogy hagyj vigyen bele abba a filmbe a saját maga egyéniségét, a rendezőt, a művészt is. Ne pedig a sematikusan előírt figurákat, sablonokat, papírmasékat kelljen gyártanom, utánoznom előírások szerint. Tehát biztos, hogy volt ebben valamiféle tudatosság. Sőt, ha nagyon belegondolunk, az első jelentősebb filmje, azt hiszem, hogy 51-ben jelent meg, a Vihar című filmje, már abban sem feltétlen az akkori kultúrpolitikát követi, sokkal inkább szociális érzékenységről tesz tanúbizonyságot. Mint ahogy éppenséggel nem csak ő, hanem Makkára is, aki a Lilionfit ekkoriban alkotja meg, ott is az szerelmi szál dominál, és valahogy ő sem enged a politikai nyomásnak. Tehát ezt ő valahol tovább viszi, Fábri, és nagyon expresszív erővel tudja megjeleníteni azt, amit ő szeretne a képernyőn. Kicsit legyünk másabbak a politikától, az elvárt politikai rendszerektől. Én úgy olvastam, hogy egy korszakot is nyitott ez a film. Tehát a nemzetközi szinten úgy tekintettek már a magyar filmekre, hogy fölnéztek rá. Tehát jobban reflektorfénybe került a magyar filmgyártás a körhintától. Tehát tényleg egy vízválasztónak lehet mondani ezt a filmet. Tehát abból a szempontból is nagy volt az áttörés, hogy meg a film. Törőcsik Mari egyéni karrierje itt indult be, és úgy tudom, hogy ő egyébként Mariannak keresztelték, ő eredetileg, tehát ő nem is Mari volt, utána hívták már úgy, vagy nevezték úgy, hogy Törőcsik Mari, tehát úgy olvastam egy ilyen érdekességet. Számodra melyik volt az a jelenet, ami leginkább úgy megfogott, vagy amire szívesen emlékszel vissza, vagy valami nagyon olyan volt benne, ami megfogott téged? Hát tulajdonképpen igen, itt ugyanolyan vagyok, mint bármelyik más átlagpolgár ilyen szempontból. Ez a két abszolút, a filmet a hátán hordozó jelenet, a körhintán való szédült forgás, illetve maga a tánc utána, az ugyanez a szédült forgás. Szerintem mindenki számára ez az, amik leginkább benne maradnak az emberben, leginkább ezek ötlenekkel idéződnek föl. Számtalan olyan apró momentum is van ugyanakkor a filmben, amik nem azt mondom, hogy ehhez képest elsikadnak, de talán kevésbé figyelünk fel rá. Nekem például kimondottan tetszik a filmben az a jelenet, amikor az apa, az anya és maga Mari, a fiatal lányka otthon este lefekvéshez készülnek, és az apa elmondja maga monológiát, ami ezzel zárul, hogy már pedig főd a földhöz. Ott kimondottan nem is maga a mondani való, hanem maga az az alakítás, amit ott nem csak Törőcsik Mari, és elnézés, hogy nem csak Törőcsik Mariról beszélek, hanem a másik két művész is, amit nyújtanak, Kismanyi, és sajnos a férj nevére nem emlékszem hirtelen, hogy ki volt az apa, amit ők alakítanak. Bassi Béla talán, most igen, nem vagyok ebben biztos, én is jegyzeteltem, mert sokszor látom, hogy a Farkas Sándor meg a kérő, akit megisztántak, Szirtes Ádám alakította, most nekem is bele kellett néznem, igen. Igen, tehát itt maga, tehát nem csak a szavak súlya és jelentőség, amit az apa elmond, hanem ahogyan elmondja, ahogyan hallgatja ezt a másik két fél, ahogyan ezt tudomásul veszik, avagy nem veszik tudomásul. Itt maguk a tekintetek, a mozdulatok tulajdonképpen önmagukban már megérnének egy filmet, még a szöveg nélkül is. Vagy az apró kis nüanszok, ami a szerelem kibontakozása a két fiatal között, ahogy ők megérzik, megsejtik, megtapintják ezt a szerelmet. Hiszen csak gondoljunk abba, hogy a film legelején, még a körhintás jelenet előtt, hogyan veszi észre Mari a
ifjú legényt, aki szerelmes belé, egy mézes kalács szívtükrében látja őt meg maga mögött, és hívja oda magához. És aztán bátor kalandra vágyakoznak, hajóhintára ülnek föl, ami inkább félelmetes, mint sem szédítő, és mint sem tényleg ezt a hatalmas, mindent eltépő körforgást ábrázolja, de mégis ott van vele egyfolytában, és mégis már akkor egymásba feledkeznek a tekintetükkel. Tehát nekem ezek olyan apró kis momentumok, amik így a nagy jelenetek mellett úgy megmaradnak bennem. Igen, igen, így előrevetíti azért ez a drámát, ez a hajós jelenet is. Tehát annyira benne van egy baljós félelem bennünk, hiába az önfeled kacagás a körhinta, de érezzük, hogy valami itt fog történni. Igen, és ez mindig vissza is rántja őket a valóság talajára. A körhintás jelenetén is megszólal a körhintás csengője. És ugye utána rögtön az apa szélnek ereszti a szerelmi zálogként kapott léggömböt. Vagy a tánc jelenetnél a már vőlegénynek kijelölt udvarló durva megnyilvánulása, hogy most már aztán ebből elég. És ahol újra csak pattanásig nő a feszültség. Tehát valóban ezek ellenpontozzák mindezt az önfeledtséget, mindezt a szabadulni vágyást. Ott vannak nagyon súlyos ellenpontokként a filmben. Ez egy nagyon nagy bravúr volt, operatőri bravúr, ha már itt a táncos jelenetnél tartunk. Ezt én magam sem tudtam. Nyilván a jelenetet sokszor láttam, de nem is gondoltam bele, hogy ezt hogy lehetett fölvenni, amikor már az arcokat látjuk, és forog a két pár, hogy az operatőr beléjük kapaszkodott. Igen, ezt nem tudtam. Ezt is tegnap olvastam éppen, ezek ilyen különlegességeket, érdekességeket szedtek össze, és ez egy nagyon-nagyon nagy operatőri bravúr volt, tehát az operatőrt is itt nagyon ki lehet emelni ebből a szempontból is. Kicsit visszatérve az apára. Feltétlen haragszunk az apára. Mit gondolsz erről? Meg lehet őt érteni? Valahol? Hogy haragszunk-e, vagy nem haragszunk az apára, ez egy nagyon kényes kérdés. Ha most itt belegondolunk, tehát próbálunk egy picikét az ő fejével gondolkodni. Próbálunk belelátni az ő lelki világába. Ő, amit magával hozott a paraszti életből, ahogyan ő fölnőtt a paraszti életből, ahogy ő kinevelkedett, amely nagyon sok művészi alkotásnak szerepelt úgymond a központjában, hiszen ez egyfajta minta is volt a nemzettudat, a mi parasztjaink, a mi dolgozó parasztjaink. És ez a fajta felfogás, hogy csak a föld által tudok kikaparkodni, csak a föld által tudok esetleg magasabb szintre elérni, de a földtől nem szabad megválnom a földet, azt meg kell őriznem, mert ez az, ami ad nekem mindent, ez az, amivel többé tudok lenni. Még akkor is, hogyha az érzéseimet, érzelmeimet el kell felejtsem, föl kell adjam miattuk. Tehát valahol ez a csontjaiba ívódó, az ősapáktól kezdődően a csontjaiba ívódó tudat, ez a ragaszkodása a földhöz, ez valahol érthetővé teszi azt, amit ő csinál. Tehát valahol megérthető az ő részéről. Így visszatekintve ennyi év távlatából arra az időszakra, az emberben viszont tényleg ott van, hogy miért tartjuk szem előtt ezt, hogy járt utat a járatlan értelne, hogy miért nem lehet változtatni, miért nem lehet új utakat nyitni. Miért mondjuk valamire az, hogy járhatatlan út, holott amíg nem jártuk be, addig nem tudjuk, hogy járhatatlan-e. Tehát lényeg a lényegben, hogy valahol meg is értem az apát. Szeretné a maga kis szűk, zárt világában, a maga kis milliójében a családot minél tovább fenntartani, és minél előrébb juttatni. De ugyanakkor ezzel tényleg valahol gátjává válik a fejlődésnek. A fejlődés alatt most nem feltétlen csak a térszetisítésre értek, hanem eleve a modern kor vívmányainak minden szempontból valahol gátjává válik. Nem haragszom rá, inkább azt mondanám, hogy olyan megértő sajnálat van bennem az apával szemben, mint sem harag. Biztonság talán. Nekem az jutott rögtön eszembe az ő cselekedete, az ő motivációi mögött, hogy tulajdonképpen azért a háború után vagyunk. Tehát tele, ugye államosítás 48, rengeteg olyan dolog történt az országban, a világban, ami mindent megbillentett, ami korábban biztos volt. Persze, hogy a biztonsághoz ragaszkodott. Tehát valahol ezért is meg lehet. Mindig úgy kell ugye tekinteni mindenre, hogy az adott korban kell elképzeljük magunkat, ami nem könnyű, hiszen nagyon-nagyon régi időkről beszélünk már. De mégiscsak aktuális, hiszen a bizonytalanság a mai világban most is itt van jelen köztünk. Bármilyen szempontból tekintjük ezt a dolgot. Tehát valahol a biztonságot keresi mindenki. Így van, és akkor lehet, hogy majd később valamikor egy eljövendő korban minket ugyanígy fognak majd megítélni ilyen szempontból, hogy mennyire ragaszkodunk a biztonságunkhoz, ahhoz, ami van, ahelyett, hogy próbálnánk változtatni vagy nyitni. Lehet, hogy minket is így fognak majd megítélni, egyszer nem tudom.
de ezzel nagyon jót mondtál, hogy ő ragaszkodik a családi biztonsághoz, és a családi biztonságot a családnak csak így tudja megteremteni, ha az a főd a földhöz törvény, az él és megvan. Ő így gondolja magában. Tehát valamilyen szempontból megérthető, amit csinál. Ezért zseniális a film is, mert megérted a fiatalokat is, természetesen, hiszen az érzelmeik után mennek, azt követik, és azért tűzzel-vízzel küzdenek, viszont az apát is megérted. Na most ugye beszéltünk a jövőről, hogy minket majd hogy ítélnek meg, és nekem most a fiatalok jutottak eszembe, hogy meglátnak egy fekete-fehér filmet, egy olyan színésznővel, színészlegendákkal, akik már sajnos nincsenek is köztünk, és rögtön, ó, hát ezt nem. Fiataloknak érdemes lenne megnézni, és miért? Mit gondolsz, hogyan lehet aktuális egy mai fiatal számára ez a film, úgy, hogy egyébként nagyon régi történet? Szerintem mindenféleképpen érdemes lenne megnézni a fiataloknak, már csak azért is, hogy meglássák benne azt, ami valahol rejtetten, burkoltan ott van, sőt nem is annyira rejtetten, burkoltan ott van üzenetként a filmben, mindig van választási lehetőség. Az a bizonyos biztonság, amit mondtál, a már-már konzervatívvá merevedett biztonság, illetve az új utak választása. Mindig van lehetőségem dönteni, mit akarok, a régi bejáratott köveket taposni és járni újra, vagy akarok egy ismeretlen világ felé nyitni. Mindenféleképpen üzenet, hogy merjen vállalni. Merjen vállalni azt, hogy nyithatok más felé, ne kelljen mindig elfogadnom azt, vagy ne akarjam mindig elfogadni azt, amit akár felülről, akár családi berkeken belül, akár valami társadalmi, bármilyen szinten próbálnak belém súlykolni, lehet abból kitörni is. Lehet abból más irányokat keresni, lehet más felé kacsingatni is. Meg kell próbálni, de valahol úgy, hogy soha ne veszítsem el önmagam. Az érzéseimben legyek nagyon biztos, mint ahogy Mari is biztos az érzéseiben, legyek biztos az érzéseimben, akkor merhetek választani új utakat. Fölöslegesen kalandor módjára azonban ne tegyem ezt. Hát igen, úgyhogy van bőven ok, hogy megnézzék a fiatalok igen. is, és ugye hát nyilván most itt ebben a beszélgetésben azt a hatalmas életművet, ami Törőcsik Mari megélt és ránk hagyott örökül, azt nem tudjuk felidézni, és nem is volt ez cél. De talán egy kedvcsinálónak jó volt ez a beszélgetés, hogy tényleg, aki még nem látta, bár biztos nem sokan vannak azért ilyenek, vagy újra nézzék meg, vagy aki nem látta, tényleg nézze meg, és nem csak ezt a filmet, hanem azt a számtalan csodálatos alkotást, igen. amiben ez a színésznő megformálhatott szinte mindenkit, és mindent, amit csak lehet. Úgyhogy én erre biztatnék mindenkit, gondolom, hogy te is így vagy ezzel. Igen. És hát köszönöm szépen, Csaba, hogy itt voltál, és megemlékezhettünk Törőcsik Mariról. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm. Rendhagyó formában zajlott a Pózdium 10. egyben befejező állomása. A televíziós talk show korábbi részeinél a nézők már megszokhatták, hogy a műsor meghívott sztárvendégei előtt egy-egy helyi előadó is színesítette az eseményt. Az utolsó vendég Stól András színművész esetében sem történt másként. Két koreográfiával is készültek a Pózdium utolsó állomására az Ómi Zenés Színház tagjai. A felvételek azonban csak szűk körben készülhettek el, hiszen a járványhelyzet miatt a közönség nem lehetett jelen. A három fellépő élőben a televíziós talk show utolsó vendége előtt lépett volna színpadra. Fábián Dobos Eszter társulati tag az általuk előadott koreográfiák részleteiről beszélt. A társulat már korábban bemutatott egész estés darabokat, és ezekből szedtünk ki egy-egy olyan válogatást, amelyet három fővel színpadra tudunk hozni. Az egyik a Napos Oldal című táncszínházi darabból volt egy kedvelt koreográfia, a másik pedig a Képzelt Riport, egy amerikai popfesztiválról című musicalnek az egyik koreográfiája. A felkészülés persze nem könnyű ebben az időszakban, hiszen a járványhelyzet mindezt nagyban befolyásolja.
Nem volt egyszerű sem a gyakorlás, sem a felkészülés, viszont szerencsére nagyon hamar visszajött az a tanult, korábban már berögzült táncsor, amit elsajátítottunk. Mind a hárman átestünk már ezen a betegségen, úgyhogy óvatosan készültünk, minimálisat találkoztunk, és azt is az előadás előtti hetekben maszkban próbálva, tehát azért ezek így megnehezítették a felkészülést, vagy a koreográfiák felelevenítését. Egy-egy produkcióval színpadra állni persze egészen más érzés úgy, hogy a közönség nincs jelen, de nem csak ez jelent számukra nehézséget. A társulat tagjainak ugyanis már egy éve nincs lehetőségük arra, hogy közösen próbáljanak. Így, ha ezúttal üresen maradtak is a széksorok, a társulat most fellépő tagjai számára némi kárpótlást jelentett az, hogy újra együtt táncolhattak. A helyi fellépők minden alkalommal színesítették, és egyben ki is egészítették a programot. Hiszen a pódium beszélgetések előtt olyan előadók szerepeltek, akik valamilyen formában kapcsolódtak a pódium meghívott sztár vendégéhez. Véget ért a 10 részes sorozat, amellyel a visszajelzések szerint maradandó élményt szereztünk az ózdiaknak, azoknak is, akik itt voltak a helyszínen, vagy akik a televízió képernyőjén keresztül követték a pózdiumot. A televíziós talkshow elsősorban színművészeket látott vendégül, de olyan hírességek is megfordultak a pózdium színpadán, akik más területen szereztek hírnevet és értek el sikereket. Közülük kiemelhetjük Mautner Zsófit is, akit sokan gasztrobloggerként és műsorvezetőként ismernek. A beszélgetős műsorból azonban kiderült, hogy a magát egyszerűen csak főzőnőnek nevező hölgy számos területen tevékenykedik. Diplomata karrierjét feladta, és élete innentől kezdve jelentős fordulatot vett. Hazánkban elsőként ő indított gasztroblogot. Emellett foglalkozik újságírással, és több szakácskönyve is megjelent már. Keresztül nagyon komolyan foglalkoztam a főzéssel, részben főzős családból is jövök, de hát azért ez önmagában még ugye nem jelenti azt, hogy az ember utána hivatásának fogja ezt választani, hiszen sokunk családjában vannak jól főző felmenők, de hát nálam ez egy ilyen komoly kattanással utána azért ez egy elég komoly hobbivá, szenvedélyé, és hát később hivatásá alakult, és 2005-ben egész egyszerűen akkor, valami miatt akkor jött el az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy kell valamilyen terep, ahol ezeket a gasztrotörténeteket, recepteket, tapasztalatokat kiírhatom magamból. És akkor megkérdeztem egy-két ismerőst, hogy akkor portált kell csinálni, mert mondták, hogy hát miért nem csinálsz egy ilyen blogot? Mondom, azt se tudtam, hogy mi az a blog, de elkezdtem, egy ismerősöm csinált hozzá egy kis logót, és akkor 2005. szeptember 2-án a brüsszeli lakásomban, a kanapén egy szál laptoppal tulajdonképpen elindult. A Mautner Zsófival történt beszélgetés előtt a közönség Farkas Mózes kreatív szép különleges fogásainak elkészítésébe is bepillantást nyerhetett. Az Ózdról származó fiatalember életében főzés iránti szeretete már igen korán megmutatkozott. Városunkon kívül több helyen is dolgozott konyhafőnökként, de Szigligeten, a Villakabbalában is ezt a hivatást tűzte. Azt kell tudni igazából, hogy a szilva krém az inkább édesebb ízvilág, ez a marináció pedig inkább a savasabb ízvilág. Tehát nagyon fontos törekedni arra, hogy egy tányíron belül, mind állagokban, mind ízekben próbáljunk minél, nyilván vannak határok, de minél több ízt, állagot, textúrát megjeleníteni. Egy merőben más területről, a divatvilágából érkezett hozzánk Lakatos Márk, stylist, jelmeztervező, divatújságíró. A vendéggel történt beszélgetés előtt azonban Molnár Madarász Melinda, Melyke, barkóruha kollekcióját csodálhatta meg a közönség. Neked is nagy titok van. A pózdium színpadán olyan kiemelkedő tehetségek is megfordultak, mint Paja Bea, dalszerző, énekes, aki a televíziós talkshow korábban meghívott vendégei közt szerepelt. Az énekesnővel történt pódiumbeszélgetés előtt a Várkonyi Csibészek nevű együttes játékát is meghallgathatta a közönség. Minden esetre
hosszú útra megyek, majd nem találom sohasem a helyet. A Pózdium tavaly szeptemberben vendégül láthatta Esztergályos Cecíliát is. Gáth Gyuri és a Szurdi Miklós megkerestek, és hogy kezdődik a família, és hogy volna-e kedvem hozzá, és mi hárman fogunk egyenrangúan dolgozni a familiába. És akkor én bejelentettem, ugye, hogy milyen meleg van mi, hogy bejelentettem a Nemzetibe, és akkor azt mondta a vezetőség akkor, hogy két dolgot nem lehet, tehát egyszerre nem lehet forgatni is, hát egy héten 3-4 napot ellettem volna, így is el voltam, csak akkor a Nemzeti nélkül, hogy akkor fizetés nélküli szabadságot vegyek ki. Kivettem, és akkor ott voltam 8,5 évig, imádtam forgatni. A Kossuth és Jászai díjas magyar színésznőről köztudott, hogy szabad idejében szívesen fest, és kerámiával is foglalkozik. Országszerte pedig több kiállítása is volt már. Így a beszélgetés előtt a közönség egy látványfestést is megcsodálhatott az Ózdi Képzőművészeti Egyesület segítségével. Ennek köszönhetően pedig kicsit a kulisszák mögé is betekinthettünk. A sort hosszan folytathatnánk, hiszen a több mint egy év alatt sok más híresség is megfordult az olvasó Adorján Lajos termében. Mi nem szeretnénk ezt végleg abba hagyni, mindenképpen szeretnénk folytatni. Terveink szerint negyedévenként jelentkezünk majd egy-egy programmal és egy-egy televízió műsorral is. A Pózdium Stúl Andrással ugyan most lezárult. Ám mindazok, akik nyomon követték a sorozatot, a vendégek és a helyi fellépők által olyan élményekkel gazdagodhattak, amelyekre talán még hosszú évek múlva is jólesően gondolnak majd vissza. Dokumentumfilm sorozat készül Fekete István életútjáról. A Tüskevár, a Bogáncs, a Vuk és még számos regény és novella szerzőjének műveit szinte mindenki ismeri. Őt magát azonban talán csak nagyon kevesen. Ezt a hiányt szeretnék pótolni azok a szakértők, történészek és kutatók, akik a sorozat elkészítésére vállalkoztak. Valószínűleg egyetlen olyan ember sincs hazánkban, akinek ismeretlenül hangzana Fekete István neve. A 121 éve Göllén született író művei szinte valamennyiünk gyermek és ifjúkorát végig kísérték. Regényeit, novelláit nagyon sokan ismerik és szeretik. De mi a helyzet magával az íróval, akit az erdészvadászirodalom egyik legjelesebb képviselőjeként tartanak számon? Őt vajon mennyire ismeri a nagy közönség? A kérdés sokakban megfogalmazódott. Így néhányan arra gondoltak, hogy dokumentumfilm sorozatot készítenek, amelynek segítségével hamarosan bepillanthatunk az író életébe. A nyárra tervezett alkotás producerével, rendezőjével, Babai Jánossal telefonon beszélgettünk a készülő filmről. Tavaly fogalmazódott meg a filmnek az ötlete. Ugye tavaly volt Fekete István születésének 100. évfordulója, ennek alkalmából döntöttünk úgy, hogy egy dokumentumfilm sorozatot készítünk. Gölléből származik az ötlet, a helyi vezetés 2020-at az író emlékévének is nyilvánította. Összesen 3 részt terveznek leforgatni. Az egyenként 52 perces epizódok munkálataiba szakértőket, történészeket és kutatókat is bevonnak. A kettő központi személy, ugye a szakértő, Bodó Imre és Horváth Tibor, ők mindketten a Fekete István életét kutatják és ápolják az emlékét. Ők a két központi ember, valamint csatlakoznak olyan emberek, akik az íróval kapcsolatos munkát végeznek, ilyen például tárlatvezetők, vagy az író, ahol élt, például Gölle, Kaposvár, vagy Majka. A forgatás további helyszínei közt szerepel még többek között Dombóvár és Bakóca is. A Jókai mellett legolvasottabb író életének bemutatása azonban nem a hagyományos dokumentumfilmes keretek közt készül majd el. A dokumentumfilm készítése az reality stílusban fog készülni. Nem a hagyományos dokumentumfilm vonalat fogjuk követni,
Tehát itt a háttérmunkát is be fogjuk mutatni, azokat a leveleket, azokat a kutatói munkákat, amit végzünk, és minden helyszínre, ami érdekes lehet, el fogunk utazni, és egy icipicit szeretnénk mozgósítani a fiatalabbakat is, őket is szeretnénk bevonni a film forgatásába is. A három részes alkotás forgatási helyszínei közt kiemelkedő szerepe lesz az író szülőfalujának, Göllének. A megszólalók a filmben olyan emberek lesznek, akik csatlakoznak a nyilatkozókhoz, ilyen például az író szülőfaluja, ahol a leszármazottak és a leszármazottaknak a hozzátartozói is nyilatkoznak, akik korhű dokumentumokat, fényképeket, történeteket fognak elmesélni, hogy annó a nagymama miket, mit mondott, mit mesélt, és ugye ezt továbbadják, ezt mi is szeretnénk megörökíteni, és mi is azon vagyunk, hogy ezt élesebb körökben és minél több ember megismeri ezeket az információkat, ezeket a történeteket. A mostani sorozat rendezőinek évekkel ezelőtt készült már egy dokumentumfilmje. Ezt Kongóban forgatták, ahol Babai János fél évet töltött önkéntesként. Az itt forgatott felvételekből egy 52 perces összeállítás született. A filmkészítő régi álma volt, hogy méltóképpen bemutassa az egyik legnagyobb magyar író életét. Fekete Istvánnak 2002-i közel 9 millió példányban adták ki műveit magyar nyelven. Ezen kívül 12 országban 10 különböző nyelven olvashatták szebbnél szebb történeteit. Köztudott, hogy szeretett vadászni. Ez azonban mást jelentett számára, mint amire legtöbben elsőre gondolnánk. Erről nem csak regényei, novellái tanúskodnak, hanem egy korábban készült rövid rádióinterjú is, amelyet többek közt ezt a kérdést tették fel neki. Az embernek kicsit az az érzése, hogy jobban ismeri és jobban szereti az állat és növényvilágot, mint az embereket. Igen, mert soha nem volt velük bajom, mert mindig én voltam felülről. Ugye én voltam az, aki megbocsátott, aki nem akart mindenáron gyilkolni, aki kíváncsia voltam egy vaddisznónak, mondjuk, amit a kis, mikor a kis malacait viszi, ugye, és annak az anyának az a féltő gondja, és annak az a végtelen türelme, ahogy azokkal a kis kölykökkel bánik, ugye ezek olyan csodálatosak, hogy kinek jutna eszébe olyankor a puska. Köszönöm, hogy más te is velünk tartottak. Amennyiben lemaradtak volna adásunkról, akkor ezt és minden más műsorunkat televíziónk honlapján vagy YouTube csatornáján nézhetik vissza. További szép estét kívánok. Viszontlátásra!